Kóstold meg te is a Sharky Drinket, mert tök finom! Keresd az üzletekben! Jó napokat kívánok, Dr. Sajt32 újra rendel, visszatértünk a Fruit klinikába igazándiból. Várjanak egy kicsikét még. Hát, hogyha minden jól megy, akkor ma is lesznek eléggé sok dolgok. Itt vagyunk a level 16-nál. Jaj, ne, szegény dínnyel. Mi történt? Kukaszos lett. Jaj, de kétoldali kukaszosodás. Hát ez a dinnyéknél sajnos nagyon gyakran előforduló betegség. De nem baj, meg tudjuk gyógyítani. Gyorsan összekevarni, de ne idegeskedjen. Ezt nagyon hamar meg fogjuk csinálni. Így bizony, nagyon szépen köszönöm a segítséget. Be is vagyunk varva. Mehet dinnyézni. Kókusz úr, végre azt én otthon is elvégezhette volna ezt a borotválkozást, azért ne nekem kelljen már itt csinálni. Na mindegy, adunk ide egy injekciót, most már hékás, én csak jót akarok, ne izzeljen már itt velem, légy szíves. Na, én túl kedves vagyok, csak ezért teszem. Ajjajjaj, Répa bácsi most kint volt egy kicsikét a napon. Hát tudja, hogy ilyenkor nem szabad ilyet csinálni, mert csak leégne. Ajjajjaj, srácok, hát komolyan mondom, ha még ilyen hangon beszéltek, többet el is menne a hangom a videó végére. Sziasztok, mi a helyzet, visszatértem, és már meggyógyítottunk 3 paciensünket, a level 19-nél vagyunk, és itt van egy következő. Szögényben kukaszok vannak! Jó, őt is szép lassan föl kell vágni, de érzéstelenítettem, jó? Ne félj létszes, most csak ki kell szívni, ez a legkönnyebb része, és már ennyi az egész haver, létszik, ne szomorkodj, szépen lassan összevarom, hogy ne fájjon, és kész, meg is gyógyultál. Mennyire megkönnyebbülök az életét, de figyeljétek már, annyi pénzt összegyűjtöttük, hogy konkrétan be tudok újítani rengeteg dolgot, lett egy új szekrénye, meg most már tudok berendezési tárgyakat és újakat venni, ami nem tudom, hogy miért jobb az, hogy dizájnos, de legalább ilyen is van. Ó, meg az konkrét, ez egy közel 100 000 forintos szőnyeg volt, teljesen megérte, de nem baj, el is költöttük nagyjából a heti fizetésünket. Jó van, akkor nem akarok VIP vendégekkel foglalkozni, még túl rengel valahoz. Szegény uborka, most figyeljétek meg, most én csak, most komolyan mondom, szerintem kint hagyták. Figyeljétek, itt is kicsit pöttyös, de azzal most sajnos nem tudtunk mit csinálni, de nem baj, srácok, amúgy az, hogy az összes pénzemet elköltöm erre a station-szerűségre, kaptam új lámpákat, kaptam ilyen másféle gépeket, meg még talán egy fejlesztést tudok csinálni, ami egy ilyen, hát nem tudom, hogy mi a fene az, de legalább ezt is meg tudtuk venni. Azt tudtunk egy új laptopot venni. Na ezt már nem ezzel, de a level 22-n itt a következő vendégünk. Jó, őnek egy nagyon gyors gyógyítás. Jó, 4 lépcsős feladatot kell megoldani. Hát az nem olyan könnyű, az nem olyan könnyű. Ki kell szedegetni, figyeljétek belőle a magokat. Ez milyen gyümölcs, amúgy mangó? Nem tudom, ezt nem ismerem ezt a gyümölcsöt. Lehet, hogy meg ez amúgy úgy néz ki, mint ez a sárga dinnye, csak a sárga dinnye meg kör alakú. Ez valami nem tudom mi. Papaja, csak nem papaja. Hékár, már varni kell! Kukacok, fú, ki se vettük a kukacokat! Hát komám, te ezt azért kizetettem volna, de nem tudom, hogy miért nem engedte a játék. Itt van még egy gyümi! Figyelj, ebbe is magokat kell kiszedni, 2 helyen! No! Ne szórakozz, innen is magok, vagy mi ez? Fogalmam sincsen, de amúgy kiráz a hidegettől a játéktól, komolyan mondom. A második rész már volt egy ilyen a csatornán, de akkor is teljesen ki vagyok ezektől. De mindegy, srácok, annyi baj, hogy segítenünk kell itt a gyümölcsökön. Ott van benne a kis narancs, figyeljétek! Mennyire aranyos, figyelj! Ez marha jó! Ez marha jó, és egy darab kis narancs volt a nagy narancsban. Hát nem vagyok benne biztos, hogy a narancsok azok így szaporodnak, de annyi baj legyen, bár meg sebb tapast se rakunk rá, de nem gond, srácok, ez a játék erről szól. Ez már megint mi? Nem akarok VIP-kkel foglalkozni, nincsen kivételezés az én orvostudományomba. Az igen, te aztán koszos voltál rendesen, már itt törölgetlek vagy fél órája, és neked 2, 4, 5 lépcsős feladat van, hát mi lett veled padlizsár, fura alakú padlizsánkoma, ezt már nevezem, gyorsan még össze is kell varni, meg még sebb tapasz is rá, hát azért egy kicsikét túlzásnak gondolom, de nem baj, lehet befizette a TB többszörösén, jaj, vettem véletlen egy izét, na hát ez véletlen volt, de mindegy, ha már itt vagyunk, akkor újra dekorál, srácok, hát milyen fullos helyen vagyok, elszértem most, hát több pénzt kéne, hogy el kéne ilyen munkakörülmények közé, mert hát azért valljuk be, most már világítás is van, meg még egy újabb asztal, már számítógép is, laptop is, hát azért Azért elég komolyak vagyunk, srácok. Ezt vigyétek, az összes pénzemet elasztál. Hát ez már a negyediket vesszük ebbe a videóba. És max levelesek vagyunk. Ne szórakozz, majdnem az, hogy max levelen vagyunk a díszítésekben. Ez meg egy hegyes erős, nem? Ez egy... Ez tudom milyen paprika. Ez nem a kaliforniai, hanem a... Ja, talán pritamin paprikának hívják, hogyha minden jól megy, talán, nem még benne biztos. De benne van még egy, aztán lehet full bolondságokat beszélek, és csak benézem, hogy mik ezek a gyümölcsök, de mindegy, itt is vagyunk, hogy ez, ugyanez egy simán erős paprikának, ilyen kis csilinek venném, de nem baj, mehetünk, csak hát a csili paprika sokkal kisebb szokott lenni, de 10-es szinten vagyunk a dekoráció, és hogyha minden igaz, aha, max level. Max level a 10 néhány dologból, a furnitureből csak annyi, szóval még... Azt a... Figyeljétek már, szegény brokk Koli, legalábbis annak gondolom, nem komló, vagy nem tudom, hogy mi lesz ebből, de menjünk tovább, inkább brokkolinak gondolom, csak egy kicsikét olyan fura alakzatúak itt a növények, de nem gond, ilyet még szerintem nem is műtöttünk, srácok, jaj, szegény, a tetej, nem sok kukacot ne féljél, teljesen jó az, 29-8-as szinten vagyunk, ami valljuk be, hogy nagyon király, ki gondolom, tudjátok, srácok, hogy hanyas szintig fogjuk kijátszani ezt a játékot, hát persze, 32-es szintig el fogjuk ülni, azaz még 3 szint van ebben a videóban. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen vendégek jönnek még. Úgy ő még jobban brokkolinak. De mit idegeskedsz, Komát? Én csak segítek neked. Én csak segítettem. Figyeljétek, szegény, most meg már szomorú. Kiszívom gyorsan a kukacokat, aztán most már be is varjuk. Nyugi, nyugi, mindjárt készüljünk a beavatkozó. Nagyon ügyes vagy. Jó, ügyes voltál, kibírtál. Jöjjön a 30-as szint. Srácok, megveszem a 11-es dekort. Azt a... Az komoly, még 2 dekorációst, itt vannak a kitüntetéseim, no, nem, nincsenek VIP vendégek ma, srácok, ma nem fogunk kivételezni, gyorsan egy kicsikét szörtelenítünk, aztán, már, te aztán, neked aztán van egy kis gajl, kókuszra gondolom, fogadjunk le este, mi? Megdobták egy focilabdával, hogy megrúgták az ágat, azt leesett a kókuszdió időnap előtt, gondoltam én, ott a mag benne. De durva, meg itt is föl kell vágni. Ne szórakozz, majd még itt is. 2 magot tudunk belőle kiszedni. Jó, egy megvan. Aztán még a második maga túloldalon. Hát ez nagyon durva. Japiájé, meg is vagyunk. Már csak egy kis varrás. Azt a rajta, aztán szegénynek kellett beavatkozni, de nem baj, nagyon ügyesen meggyógyult. Sőt, szerintem ez egy tökéletes munka volt, figyeljétek a varrás is mennyire királyát. És jöjjön az utolsó szintünk ebben a videóban, srácok, ami egy... Ez még mi? Hű, ez jó kérdés, hogy mi, de itt van egy mag és kukacosodás. Ne szórakozz! Azt a... Hát itt mi van bent, figyeljétek! Még ott is bent valami kis... úgymond rohadás van bent, vagy nem tudom. Aha, igen, szegény egy kicsikét ott rohadt belül, de nem baj, raktunk bele. Az hogy a magot benne hagyjuk, értem, ezt nem fogjuk kivenni. Hát természetesen ez csonthéjas növény, hát miért is vennénk ki. És kész vagyunk, srácok, gyorsan ezt elköltöm, egy station fejlesztés, most már van ilyen is, meg még egy dekorációs fejlesztés. Hát nagyon komolyak vagyunk. Én, jó, egy kicsikét viszek, hogy mi... Ez mi? Na jó, ezt még meg kell csinálnom. Ezt még meg kell csinálnom. Hát ez milyen növény? Ezt ismerem, de így fejből sajnos nem tudom elmondani most nektek, srácok, hogyha ti tudjátok, akkor írjátok meg kommentbe. Ez nagyon durva. Itt mit kell vajon ezen kívül csinálni, hogy ezt kiszedegetjük? Vissza kell növeszteni azokat a szőröket, vagy azokat a kiálló valamiket? Ja nem, vágni kell. No way. No way. Jó, egy kis porszívózás, egy kis újravarrás, és kész is vagyunk. Nagyon ügyesek vagyunk, figyeljétek, szépen megoldottuk ezt is. Ő is kapta, $1000 kaptunk érte, azért valljuk be, elég durván javjuk. Azt a ananász! Azt a szegény ananász, hiányoznak. Ide szerintem egy kis gyógyító injekciókat kell nyomni, aljátok. Tudtam én, srácok, ezeket gyorsan meg is csináltuk, aztán itt a 2 fölsőbe is azt kéne csinálni. Az igen, figyeljétek már, hát ez mennyire király. Még vissza is rakogatjuk a helyére, és kész is vagyunk. Így azt mondom nektek, srácok, hogy ez a videó ennyi lenne. Én nagyon-nagyon remélem, hogy élveztétek. Hogyha tetszett, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. A kövi részben, Tali, császtok! We'll be right back.